Gólya Andrea, hazafelé a világ és önmagam körül. 11. fejezet, San Francisco. Hangos könyvrész, 11.2. Alfejezet. Idézőjelben diavetítés az itteni életem életképeiből. Dia, San Francisco 1. Részletek az úti feljegyzéseimből, az érkezésem utáni hetekből, azaz visszabugorván picit az időben az itteni időszakomon belül. Egy júniusi feljegyzésem. Idézőjelben. Anyuci szülinapjára véradóra vele álmodtam. Boldog álom volt, jól nézett ki anyu, és nagyon jól volt. Vidám és egészséges volt. A varrógépén jókedvűen valami kreatív kreációt vart, és közben dumáltunk. A csinos lába is megragadta a figyelmem valamiért. Nagyon örültem, hogy újra látom anyut, és együtt tölthetünk időt. Jókedvűen ébredtem. Aznap a belvárosban, majd délután a Golden Gate Parkban sétáltam egy kicsit, és bementem a The Young-ba is. Aztán később ellátogattam az Alamo Square-re. Leültem ott a parkban, és gyönyörködtem a Steiner Street-en álló híres Painted Ladies elnevezésű csinos viktoriánus házak sorában, mögöttük a csodás kilátással a városra. Gondolatban ezt az elragadó kilátást és helyet küldtem aznap ajándékba anyucinak születésnapjára, valamint a frissen vágott fű finom illatát a parkból, megtoldván a korábban látott kilátással a The Young múzeum kilátótornyából is. Késő estig ültem a parkban, és élveztem a kilátást. Majd hazasétáltam. Kellemes, hosszú séta volt. Napközben szép, napos, meleg idő van mostanság, estére pedig eléggé lehűl a hőmérséklet. Ahogy az egyik barátnőm mondja mindig, idézőjelben örök tavasz van San Franciscóban. Másnap szombaton ismét szép, napos idő volt, és én újra élveztem az Alamo Square-t és a Painted Ladies-t egy ideig a kilátással. Szeretem azt a helyet. Aztán a délutáni programom az volt, hogy átsétáltam a Golden Gate hídon és vissza. Szuper volt. Feltöltött, miközben kellemesen el is fáradtam, hiszen sokat gyalogoltam aznap. Boldog érzés volt a hídon sétálni, élvezni a kilátást körben, és érezni, hogy az álmok valóra válhatnak. Erre emlékezzek. Otthon érzem itt és így magam. Este Justinnal beszéltünk Skype-on. Ott Új-Zélandon már vasárnap volt, és felköszöntöttem szülinapja alkalmából. Vasárnap megszerel mentünk kirándulni. Kocsikáztunk a környéken. Elmentünk Berkeley-be, mert ott volt egy kis dolga, aztán észak felé kocsikáztunk. Megálltunk többek között egy szép régi patinás hotel elegáns épületét megnézni, és a kertjében teázni egyet. Aztán elkocsikáztunk az óceánpartra sétálni egyet. Majd egy egyszerű, de hangulatos hispán halétteremben finomakat ettünk. Visszafelé megálltunk a Golden Gate híd északi oldalánál, valahol a hegyen. Leparkoltunk ott valahol, ő ismeri a helyet, én ekkor még nem. Aztán egy rövidebb séta után a lejtőn lefelé a természetben kiukadtunk végül az óceán partján. Ott leültünk és élveztük a különleges látványt. Jobbra tőlünk nyugat felé a nyílt óceán. Balra, kelet felé elénk tárult a magasztos Golden Gate híd, mögötte és velünk szemben pedig a város. Ránk esteredett. Mi csak ültünk a parton, hallgattuk a hullámokat, beszélgettünk, és élveztük azt az ámulatba ejtő és felejthetetlen kilátást. Lenyűgöző volt a kivilágított város és híd, felettük a holddal, valamint ahogy a fények visszatökröződtek a vizen. Micsoda hely és látvány! Idézet vége. Egy másik júniusi feljegyzésem. Idézet kezdete. Hazafelé sétálván leültem ma késő este egy picit a Union Square-en. Kellemes és csendesebb a város éjjel, és én szeretem ezt a hangulatát is. Szép volt a kivilágított tér a pálmafákkal a csillagok alatt. A szüleimre és a nagymamámra gondoltam. Talán a nagymamámból fakadt, hogy ennyire itthon érzem magam ezen a kontinensen, talán másból. Ki tudja, bármi legyen is az oka, így érzek. Emlékezzek, hogy hagyjam, hogy történjenek a dolgok, és ne próbáljam túlzottan megtartani őket, vagy túlzottan ragaszkodni. Mint amikor az ujjaimat végigfuttatom a hajamon. Hagyjam, hogy átfolyanak a dolgok az életemen, a helyekkel kapcsolatban is. Minden alakul, ahogyan kell. Haladjak az utamon, érezzem jól magam a bőrömben, azt csináljam, amit szeretek, és legyek hálás. Júsi nem vagyok. Élvezzem az itt és mostot, és hadd menjen minden a maga útján. Az univerzumban minden az egyensúlyra törekszik. Én is a helyemre kerülök majd. Menni kell az úton, és bízni, hogy mindig minden elrendeződik. Idézőjelben, szagoljam útközben a rózsákat, idézet vége.
Örüljek mindennek, ami van, és tanuljak meg mindent és mindenkit elengedni, ha azt kell. Tartsam meg a legbelső, belém írt értékeket, küzdjek a vágyaimért és céljaimért, de ne egóból, hanem belső, magasabb rendű értékekből. Tudom, hogy sok mindent elérhetek, amit akarok, és boldogan élhetek, ez csak is rajtam múlik. Jó újra idézőjelben a helyemen érezni magam. Ez az, ami korábban sokáig hiányzott. Emlékezzek, mi a fontos, és élvezzem az életem. Tudom, mennyire különleges időket élek meg most az életemben, és imádom. Idézet vége. Egy júliusi bejegyzésem. Idézet kezdete. A saját gyógyulásunk önmagunkon múlik valójában. Bármiből, bármikor. Csak emlékezzek erre. Ami engem illet, ez az utazásom, sok minden más mellett, hozzájárult a lelkisebeim gyógyulásához és a fejlődésemhez is. Még nem teljesen vagyok túl a gyászon, de jól haladok az utamon, tudom. Ma, ahogy anyuékra gondoltam, és a köztünk lévő szeretetre, meg a szülőgyerek közötti szeretettel teli erős kapocsra, éreztem, hogy kezdek helyre jönni, és kezd újra teljessé válni az életem. Frankó újra önmagam lenni, és újra jól érezni magam a bőrömben. Ez nem jelenti azt persze, hogy ne lennének visszaesések, mint például pár napja. Szomorú hangulatom volt aznap, mert hiányzott, hogy felhívjam a szüleim, és dumáljunk egy jót. Újra egy ilyen nap volt. Ez előfordul, a gyász már csak ilyen. Elszomorított a gondolat, hogy már soha többé nem hallhatom a hangjukat, nem ölelhetem meg őket, nem hallhatom az... Nem hall... A mondat ismétlése. Elszomorított a gondolat, hogy már soha többé nem hallhatom a hangjukat, nem ölelhetem meg őket, nem hallhatom a sztoriaikat, nem érezhetem a szerető, családi körünket, nem mesélhetjük el egymásnak az újságainkat, stb. Hiányzik az is, hogy tartozzam valaki ezáltaluk, de hát ez van. Már megszoktam ezt a néha előtörő, idézőjelben kóborkutya érzést is. Erős vagyok, és még erősebb lettem az elmúlt évek kihívásai eredményeképp. Bizonyos szempontból talán túlzottan is megkeményedtem. Ez van. Teszem a dolgom a legjobb tudásom szerint. Még egy ehhez kapcsolódó gondolat, hogy látom, hogy a családom szeretete és lelki támogatása mennyire része volt az erőmnek, és ezt most már egy ideje tudatosan magam próbálom egyedül pótolni. Azt hiszem, anyu ereje is sokban az apuval való kapcsolatukban rejlett. Nagyon erős volt, de most már jobban értem, hogy miután apu elment, miért tört annyira össze. Azt hiszem, megváltoztam én is abban a tekintetben, hogy bár próbálok, mennyire nem engedek igazán közel embereket a párkapcsolat terén, mert nem merek érzelmileg újra mástól is függni. Megégettem magam a szeretteim elvesztésével és a testvéremmel kapcsolatos traumámmal, és most már nagyon óvatos vagyok azzal a bizonyos képletes tűzzel. Próbálom elkerülni, hogy megégessem magam, és érzelmileg újra ennyire a padlóra kerüljek. Rejtetten jön ez elő, de erre látok jeleket. Tudom, nem egészséges a félelmek miatt ekkora falakat emelni. Meglátjuk ezzel, mit tudok majd kezdeni magamban idővel. Tegnap egyébként kaptam egy kis emlékeztetőt, hogy minek is túlzottan aggódni. Porból lettünk, porrá leszünk, a köztes dolgot, ajándékot, meg élvezzük, fejlődjünk és tanuljunk. Ezen vagyok. Más téma. Valamelyik nap szóba került, ma megláttam, és így megvettem Maxnek hálam jeléül a kirándulásokért az Alkimista, 67. lábjegyzet, című könyvet, amely a világ körüli utam előtt szinte utolsó cseppként motivált, hogy elinduljak, valamint amelynek bizonyos részei általam is jól ismert dél-spanyolországi helyeken időzőjelben játszódnak. 67-es lábjegyzet. A már említett könyv egyik angol nyelvű kiadása, Paulo Coelho, The Alchemist. The Alchemist, Harper Torch, New York, 2006. Örült neki Max, és jól esik neki a biztatás a jelenlegi élethelyzetében, mert nagyobb döntések előtt áll. Felolvastunk belőle néhány részt. Nekem is jó emlékeztető volt, és az újabb életfejezetemhez is erőt nyújt. Az utazásból ugyanis hamarosan visszaállok majd a dolgos mindennapokba, és meg kell találnom az otthonom, a helyem, az életem. Az otthonom, a helyem, az életben és a világban, a céljaim, újabb életformám, a későbbiekben, majd újra a munkám, stb. Idézet vége. Egy szintén júliusi feljegyzés. Következő idézet. Az egyik gibraltári havarommal és volt kollégámmal beszéltem ma picit neten.
Örülök, hogy beszéltünk, és hogy jól van ő is, valamint a közös haverjaink is. Amellett, hogy minden rendben van vele, az is látszik, hogy bizonyos saját magát korlátozó mintái és berögződései változatlanul megvannak, és akadályozzák a boldogságában. Erre is rávetített számomra ma a beszélgetésünk. Tudom, hogy nekem is vannak ilyesféle mintáim, és engem is akadályoznak, de ha odafigyelek tudatossággal és idővel, remélhetőleg ki tudok ezek némelyikéből, vagy akár legtöbbjéből lépni. Fontos ezen dolgozni. Más téma. Szerencsésnek érzem magam, hogy ennyit utazgathattam, tanulhattam, és hogy most itt élek. Szuper hely ez. Emlékezzek minden nap, hogy jól használjam az itt létem. Hiába egyedül vagyok a világban, a szeretteim nélkül, egyedül is megállom a helyem, csináljam a dolgaim, éljem az életem, azt szeretve, ami van. Csináljam, amiért itt vagyok, ne féljek, bízzam az univerzumban, hogy minden a helyén van, illetve a helyére kerül. Idézet vége. Egy hónapokkal későbbi 2010 tavaszi feljegyzésem. Idézet kezdete. Valahogy olyan érzés, mintha itt érnék haza, igazán. Valamint önmagamban is hazaérek. Megállt itt a világ körüli utazásom, és új fázis kezdődött, az utazás utáni, idézőjelben letelepülés, és az új életfejezetem, életformám összeállítása. Csoda jó életet építettem fel magamnak néhány hónap alatt. Hálás vagyok az itteni életemért, minden itteni barátomért, minden itteni pillanatomért. Már látom, hogy itt, San Franciscóban teljesedik ki az egész eddigi utazós, tanulós, fejlődős folyamatom ezen utam során. Újjászületek sok szempontból. A lehető legtökéletesebb az itteni közeg a számomra. Azokat a dolgokat csinálom, amit szeretek, továbbá nemzetközi, kulturális, intelligens és innovatív közeg vesz körül. Elememben vagyok itt, pláne az itteni éven második felében. Az elején kisé nehéz volt, amíg sínre kerültek a dolgaim, de aztán egyre könnyebb és imádnivalóbb lett az itteni életem. Klassz és rendkívül építő itt élnem, amiért örökre hálás leszek az életnek. Újjászületek, ez a szó foglalja a legjobban össze az itt létem. Többek között ezért is San Francisco mindig az otthonom marad. Azaz idézőjelben gólyafészek, ahol újjászülettem, és ahol lehetőségem volt felfedezni és megélni azt az embert, aki lenni akartam ebben az életkoromban. Idézet vége. Ennyit az úti feljegyzéseimből. Dia San Francisco 2. Az elesésekből való idézőjelben gyűjteményembe San Franciscóban is bekerül egy újabb idézőjeles szó, gyöngyszem, méghozzá nem is akármilyen, hanem az egyik legnagyobb. Sikerül hatalmasat esnem itt július elején. A hasraesés, a reakció és a seb jóval nagyobbak és látványosabbak annál, mint amekkorák például Oaklandben voltak a lejtővégi buszmegállós hasoncsúszásomnál. Ha az szimbolikusan a talpraállásomra utalt az életben, hát akkor ez még inkább. Az történik itt, hogy futok egy szép, viktoriánus házakkal ékesített, meredeken lejtő utcán a teniszpálya felé, és megbotlom. Ismét klasszikus, hasoncsúszós esést sikerül véghez vinnem. Rövid röpte után földet érek hason a betonon. Olyan jól sikerül, hogy még a felettem lévő ház ablakából is kinéz valaki, hogy mi történt. Egy arra sétáló házaspár ilyet arcán látom, hogy nem lehetett mindennapi látvány. A tenyerem aljáról csúnyán lehúzta a bőrt az aszfalt. Nagy sebet ejtett, amely eléggé vérzik, és később csúnyán begennyesedik. Hetekbe telik majd, amíg teljesen begyógyul, a heg pedig megmarad, és mind a mai napig látszik. Egy újabb maradandó emlék a világ körüli utamról. Ha ránézek erre a csepp alakú hegre, a tenyerem alján, több dolog szokott az eszembe jutni. Az egyik az, hogy milyen csodálatos is a test, ahogy meg tudja gyógyítani önmagát. Indiában tanítottak meg rá, hogy értékeljük a testet és mindent, amire képes, és amit tesz értünk egész életünkben. A másik San Francisco, ahonnan a heg származik, és a fantasztikus életem itt, a világ körüli utam végén, ahol nagyon is sikerül magamra találnom és nekem való életet felépítenem magamnak. A harmadik pedig a talpraállás, hogy amikor képletesen és szó szerint is elesünk, keljünk fel, álljunk talpra, és menjünk tovább. Az élet rendje, hogy olykor a padlóra kerüljünk, de akármennyire is fáj, meg kell próbálnunk felkelni és tovább menni. Begyógyulnak a sebek. Erre a talpraállásomra is emlékeztet ez a heg. Mind a szó szerinti elesésemből itt, San Franciscóban, mind pedig a szimbolikus talpraállásomra az életben. Ez itt a 11.2-es rész vége. A következő videóban folytatódik San Francisco a 11.3-as résszel.
Ha tetszenek ezek a videók, köszönöm, hogy lájkolod őket, és hogy feliratkozol.